A fejvédelem az első. Fontos, hogy minden családban legyen egy-egy ember, aki képes arra, hogy életet mentsen, segítséget nyújtson. Ezt a célt szolgálja az az elsősegély nyújtó tanfolyam, amelyet mintegy 15 ezer dolláros pályázati támogatással szervez ebben az évben Székesfehérvár. Elsősegély nyújtásról van szó, tehát ez talán egy szemlélet is, hogy ne menjünk el egymás mellett, próbáljunk segíteni, és én nagyon örülök annak, hogy az iskolák is nagy számban jelentkeztek, hogy a gyerekekben is megvan ez a mentalitás, és remélem, hogy ezt erősít. Tudjuk ezzel a tanfolyammal. A Kossuth Lajos általános iskolában nagy volt az érdeklődés, a képzésen mintegy 80-an vesznek részt gyerekek és felnőttek egyaránt. Ez egy hatalmas lehetőség, hogy jobban körüljárva a témát, több időt adva magunknak, igazán fel tudunk arra készülni, hogy gyereknek, felnőttnek segíthessünk, ha baj van. A tanfolyamon különböző eszközök segítik az elméleti tudás mellett a gyakorlati tudnivalók elsajátítását. Így például ez a speciális baba is fontos szerepet kap az oktatások során. Az újraélesztést fogja segíteni, illetve egy kicsit, hogy közelebb kerüljenek az emberi testhez. Ez a baba hasonlít egy kicsit a statikája a mellkasnak az anatómiájához, a mellkasnak a statikájához, úgyhogy nagyon hatékonyan lehet gyakorolni rajta az újraélesztést. Ennek a tanfolyamnak meg az a lényege, tehát amit én itt gyakorlatilag kitaláltam, hogy leegyszerűsítettük, érthetővé tettük az első segélynyújtást abszolút. Kertész Panka is jelentkezett a képzésre. A 7. osztályos diák szerint fontos ismereteket sajátítottak el, például az újraélesztésről is. A mellkason a szegcsontnál kell kézzel ilyen pumpálásokat adni neki, és utána 30 óra, és utána kétszer az orrába kell fújni. A képzésre folyamatosan várják a jelentkezéseket a Humán Szolgáltató Intézetnél. Telefonon a 22-505-467-es telefonszám 101-es mellékén, valamint az elsősegély@humanszolg.hu e-mail címen.